A függetlenként induló polgármester jelölt Horácius Szúcsú szívsebész szerint Marosvásárhely le van maradva az infrastruktúra, az oktatás és a kultúra terén is, ezért ő a változásra szavazott. A Marosvásárhelyi Szív Érrendszeri és Transplantációs Intézet vezetője úgy látja, hogy Marosvásárhely fejlődése teljesen megállt. Ezért ő a változás mellett tette le a voksát vasárnap délelőtt. Volt ez A jövő szavazók egy olyan marosvásereire, amely kiveti magát az erdélyi városok közé, amelyre büszkék vagyunk, hogy pontosabban felismeri a helyét közöttük, mert meggyőződésem, hogy a polgárok túlnyomó többsége felismeri, hogy minden összetevőtől, beleértve az infrastruktúrát, az oktatást, a kultúrát, messze le vagyunk maradva tőlük. A jelölt arra kérte a szavazó állampolgárokat, hogy döntsenek okosan, Támogassák azt a jelöltet, akit az elvárások szempontjából reprezentatívnak tartanak. Szerinte fontos itthon tartani a fiatalokat, hogy ne akarjanak elmenni, illetve hogy minél többen térjenek haza Romániába.